Változatos programok várták a hosszú hétvégén kikapcsolódni vágyókat a líceum előtt. Szombaton és vasárnap koncerteken, játszóházban szórakozhattak az egriek. Nagyon sok gyerekes családot látunk most is. Nagyon jó idő van, szerencsénk van, sok minden van, hiszen vásár van, játszani lehet a színpadi műsorokon kívül, úgyhogy bevált a számításunk. Nagyon sok érdeklődő volt a mai nap is, tegnap is. A legkisebbek fajátékokból készült akadálypályát teljesítettek, ijeszkodhattak, rovásírásból készült kiállítást nézhettek meg. 33 darab ügyességi játékkal készültünk. Ezek közül vannak könnyebbek, nehezebbek, felnőtteknek szóló, gyerekeknek szóló. Kapnak a gyerekek is térképecskét, ezzel járják körbe ezt a játszóteret, mint olyan. Egy segítő segítségével, aki ezt mind leixeli, amelyik játékot megoldotta, megfejtette, és ha végeztek ezzel a kis lapocskával, akkor egy kis égetett fajéremmel díjazok azt a csemetét, aki kellően kitartó volt, és ügyesen tudott játszani ezek a régi-régi játékokkal. A legnépszerűbb a hordólovaglás és a körhinta volt. Látom, hogy érem van a nyakadban, ezt hogyan szerezted? Hát úgyhogy mindegyik feladaton végigmentem. Neked melyik volt a kedvenced? Nekem? Nekem ez. Micsoda? Ez rá kell ülni, és lehet húzni. A nap végére felnőttek és családok is elvezték a koncerteket közösen. A világzenét játszó Tárkányművek zenekar koncertjére sokan összegyűltek.